Na, sziasztok! Marci vagyok, és a mai napra összegyűjtöttem nektek 7 itemet a Red Powerből, és FTB Ultimate-tel vagyok, úgyhogy kicsit kevésbé az élvezhető videó, ugyanis ez egy kicsit jobban laggol, mert tegnap 40 FPS-sel tudtam venni a FTB-t, ma csak 15-tel, de nem baj, az ebből túlélhető, ezt már megszoktattátok tőlem. Oké, a mai ilyen itemekkel fogunk foglalkozni. Illetve most épp 3 drága kővel, amik a Zafír, a Green Zafír és a Ruby. Ezekből lehet rendes úton készíteni ilyen Sword, Axe, Hoe, Pickaxe és Shovel. Ezek annyit bírnak, mint a gyémánt. Szóval pontosan ugyanaz, mint a gyémánt. De amit a gyémánt ki tud szedni, mondjuk obszidiánt, azt ők nem tudják. Igazából ennyi. A különbség a kettő között. Nagy gyakorisággal lehet őket találni. Kicsit kevésbé gyakran, mint a vasat, viszont a szint az nagyjából ugyanaz. Szóval valahogy ugyan a vas, hogy a 40-es szinttől lefelé bárhol. Ez is nagyjából úgy. Szóval ez egy kicsit ritkább, de jobb. Aztán a következő itemünk, amit szintén ezekből a drága kövekből is lehet kraftolni, kifejtettem a kék zafírt, mindegy, az egy sickle. A sickle mire jó? Van itt wooden sickle, gold, stone, iron, ruby, green zafír, képzeljétek itt egy zafírt és diamond. Ez a 4 akkor a legerősebb, aztán a iron, aztán a stone, aztán a gold és a wooden, amit el is lehet égetni. Jó, mondjuk vegyük ki akkor a gyémántot, és kell nekünk ez a building blocksnál az, nem tudom, hol a levél. Levél és a fű is fog nekünk kelleni. Így. Itt ezt ültessük tele egy kicsit fűvel. Illetve itt. Ó, de jó textúra, jó. Itt pedig valamit így levélből dobáljunk össze. Így. Oké, szóval, mire jó a szikó? Egyet ide csaptok. És, aha. Miért nem működsz? Ja, jó, igen. Ez azért nem árt kikapcsolni a kreatívat. És most van egy nagy lag. Amit nagy nehezen ki fogunk bírni. Mondjuk más esélyünk nincs. Oké, megvan. Na. Egy pillanat, míg visszatér az FPS-em. Jó. Visszatért, ezt a füvet még itt ültessük vissza. Erre jó a sziklo, hogy ide becsapok középre, és szinte az összeset kiütött. Levéllel ugyanez. Szinte az egészet kiüti. És kaptunk egy jungle saplinget. Jungle rubber sapling, bocsánat. Akkor ezek már nem is kellenek. Hogy miért van nálam a tin és a iron, az a következő dolog. Ugyanis tegnap említett Alloy Furnace-ben tudunk csinálni magunknak tinplate-et. Miért pont eszen esett vasz? Mindegy, igazából. Ez is viszonylag azért gyorsan elkészíték. Kapunk 4 darab tinplate-et, amit a következőnél használunk föl. Ez pedig a paint can. Kell hozzá 1, 2, 3, 4, 5, 7 darab ilyen plate, szóval minimum 2-ször kell kiégetni. Abból kapunk 3 paint can-t. Paint can. Mi? Paint can-t. Jó, igen. Sokkal több betű, meg annak betű. A paint can használatát majd holnap mutatom be. Akkor lesz a painting-el való tutorial. Illetve
A festészethez kell egy paintbrush-a vagy ecset, amihez egy stick és egy wool kell. Aztán a hatodik item, amit ma bemutatok, az a screwdriver. Mire jó a screwdriver? Azt is mindjárt bemutatom, csak elfelejtettem adni magamnak egy... Mondjuk adjunk egy transposert. Igen, pebeti kimaradt. Jó, transposer. Lerökjük a transposert. Itt látni, hogy... ide néz. Ide néz. Kreatívot visszarakjuk. Oké. Okay. Na, akkor... Na. Megint elment az FPS. Oké. Okay. Akkor itt a kisebbik lyuk, itt a nagyobbik lyuk. Rákattintunk egy a screwdriverre, kicserélődött, és ezt igazából bármeddig lehet csinálni. Mondjuk itt visszaállt már. Ennek a screwdrivernek van egy fejlettebb fajtája is. Egyben az utolsó itemünk a mai napra. Ez pedig a Sonic Screwdriver. Kell hozzá egy BT batteri, egy press és egy green zafír. Rakattintunk vele battery boxra, föntre betesszük. Aha. Mi? Miért nem töltődik? Haló? Mindegy, hagyjuk. Az a lényeg, hogy így kell feltölteni, vagy valahogy így. Ez kérdéses. Mindegy, beadom magamnak egy Sonic Screwdriver-t. Sonic Screwdriver. Újra egy, mondjuk, filtert. Halló, kedves 1FPS filter. Mondom filter, jó. Letesszük a filtert, az ugyanaz szinte, mint a transposer, csak mégse. Sonic Screwdriver. Nem föltöltött el. Van ilyen szó, hogy jöttön? Mindegy. Szóval abban nem működik, ebből viszont működik, és ez, hogyha Survivor-ben lennék, amit mindjárt elintézünk. Mondom, én nem lesz élvezhető ez a videó, ugyanis annyi FPS laggom van. Én általán örülök, hogy működik Ultimate gépen. Na de, hogyha ezt itt üzeljük, akkor... Üzeljük, jó van? Akkor med le az élet csíkja, vagy valamilyen, ott lent látni, hogy már nem annyira van föltöltve. Már csak 68, ez alapból 400, szóval már 68 damage element a 400 lehetőségből. Jó, mi? Ja, ennyit akartam. Mert majd holnap lesznek a paint. Red Power-en belül a paint. Jó lenne, hogyha mindegy, hagyjuk. Nem tudok repülni. Jó, holnap lesz akkor a paint a Red Power-ből, amiben felhasználjuk ezt a sok mindent. És addig is igazából sziasztok.